A Simon Puszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület tavalyi megalapításakor a legfontosabb kitűzött cél az iskolai lovasoktatás népszerűsítése és az esélyegyenlőség megteremtése volt. A kormány által meghirdetett Kincsem Nemzeti Lovas programmal összehangolva, az Egyesület munkája főként arra irányul, hogy az ehhez szükséges szakmai kompetenciák minél több intézményben rendelkezésre álljanak, mondta el az átadó ünnepségen dr. Korály László. Az Egyesület elnöke hozzátette, a lovaspark a jövőben az oktatás mellett segítséget kíván nyújtani a Magyar Honvédségnek is. A Magyar Nemzeti Kincsem Lovas Program alapvető céljaként tűzte ki, hogy a testnevelési órák keretein belül, illetve délutáni foglalkozások keretén belül a gyermekek minél szélesebb körben ismerkedhessenek meg a lovas élettel. A Magyar Lovas Szövetséggel és a szakminisztériumukkal együttműködve szeretnénk ebben a munkában részt venni, és szeretnénk, hogyha minél több gyermekhez, minél több iskoláshoz jutna el a lovaglás öröme és szeretete. A lovaglás elsősorban hívhatjuk sportnak, de tudjuk jól, hogy egy nagyon jó rekreációs tevékenység, nagyon jó szabadidő eltöltés, és nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a lovaglás, a lovas élet az ilyen szempontból kifejezetten kultúra és egy nagyon komoly hagyomány a magyar nemzet életébe. Nagyon komoly hagyományőrző tevékenységek kapcsolódnak ehhez. Szeretnénk bekapcsolódni a Magyar Honvédség lovas készségeinek, akármennyire is furcsa ez a mai technikai korban, de lovas készségeinek a elősegítéséhez, akár a kadét program keretein belül történő lovas oktatás, lovas táboroztatás, honvédséggel és honvédelmi minisztériummal karöltve való megoldásába. Az ünnepélyes megnyitón Simó Károly alpolgármester beszédében hangsúlyozta, nagy öröm a városvezetés számára, hogy ért területén létrejöhet egy olyan létesítmény, ahol megvalósulhat az általános iskolai lovasoktatás, és a város a továbbiakban is szeretne minden támogatást megadni a programhoz. A lovaglás a magyar kultúra szerves része, több mint 1000 éve. A múltba történő visszatekintésen túl Magyarország jelenkori természeti adottságai is kiváló lehetőséget adnak a lovaglásra. Mondhatjuk azt is, hogy hungarikum, amely részleteiben is önállóan hordozza az ősök tudását, mozdulatait, kapcsolatteremtő és közösséget oltalmazó képességeit. A kormány 2012. február 29-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a Kincsem Nemzeti Lovas Programot, amelynek célja a ló használat és a ló tevékenység feltételeinek javítása, fejlődési pályára állítása, a fenntarthatóság alapjának megteremtése. Nagy örömünkre szolgál, hogy ér területén egy ilyen létesítmény jöhet létre, amely az általános iskola iskolai keretek között megvalósítható lovasoktatás része lehet, egyben pedig része a Kincsem Nemzeti Lovas Programnak. Gyermekeink számára fontos, hogy megismerkedjenek és barátságot kössenek a lóval, a lovakkal. A lóval való kapcsolat pozitív irányba tudja ugye befolyásolni a személyiséget, személyiségfejlődésüket, együttműködő készség, pozitív énkép, empátiás készség és egyéb olyan képességek, amelyeket ezzel a tevékenységgel tudnak fejleszteni. Egyben segíti a környezettudatos és egészséges életmódra való nevelést. A rendezvényen dr. Aracki András államtitkár országgyűlési képviselő kiemelte, bíznak abban, hogy a magyar családok a Simon Pusztai programnak köszönhetően olyan segítséget kapnak, amely támogatja a szülőket a magyar hagyományok és a nemzet megtartó erő továbbadásában. Amikor itt Érden Simon Pusztán már átadunk egy újabb létesítményt, akkor bízunk abban, hogy a magyar családok olyan segítséget kapnak, amely támogatja a szülőket, a magyar hagyományok és a nemzet megtartó erő továbbadásában. Hiszen a Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület nem titkolt célja pontosan az, hogy a gyerekek már az általános iskolában szervezett keretek között ismerkedhessenek meg a természettel és a lovas világgal. Azzal, hogy minden iskolás gyermek számára elérhetővé teszi a lovaglást, megteremti az esélyegyenlőséget a lovasoktatásban, népszerűsíti és terjeszti a lovassportot a szervezett oktatás keretein belül, alkalomattán a Nemzeti Lovasprogram mintabázisaként is. Az Egyesület fontos jótékonysági célokat is kitűzött maga elé. Ezek közül legfontosabb az esélyegyenlőség megteremtése és a lovasoktatásban, vagyis hogy a hátrányos helyzetű
nehéz gazdasági körülmények között élő gyerekeknek is legyen lehetőségük megtanulni lovagolni. Számukra ugyanis a lovasportok nyújtott élmény talán még átlagos társaiknál is nagyobb hatással bír. A sajátos nevelési igényű részképesség vagy figyelemzavaros fiatalok számára pedig egyenesen terápiás eszköz, ami iskolai fejlődésüket is segíti. Az iskolai keretek közt folyó lovasoktatás az Egyesület tervei szerint a következő tanévben már el is indulhat Simonpusztán.